Nem csak idén, jövőre is le kell mondaniuk az önkormányzatoknak az autók után fizetendő gépjárműadó 40%-áról. Ez a tétel ugyanis szerepel az ország 2021-es központi költségvetését megalapozó törvényjavaslat csomagban. Kétjen a gépjárműadó a helyi adóbevételek 30%-át adja, ez évente nagyjából 3 millió forintot hozott eddig a falunak. A polgármester azt mondja, emiatt fejlesztések maradhatnak el a településen. Ha lesznek olyan pályázatok, amiket ezekből a elvont pénzekből gondoltunk megoldani, itt gondolok mondjuk a játszótérre, akkor, vagy másra akár, akkor igazából úgy annyira nem hiányzik. Viszont ahhoz, hogy a település tovább tudjon lépni, ahhoz nagyon fontos lett volna. Rettenetesen nagy kiesés, tehát ennek a kicsi településnek ez egy óriási adó kiesés. Viszont most ebben az évben egyébként is kivárásos alapon nem nagyon költekezünk, tehát olyan nagy beruházásokat egyébként sem terveztünk, viszont amik ilyen kisebbek, azokat megpróbáljuk megcsinálni, arra a forrásunk, illetve a pénzeszközünk az rendelkezésre áll. Kétjen abban bíznak, hogy a kormány pályázatokkal és a normatív támogatáson keresztül visszaad majd az önkormányzatoknak az elvont pénzből. Erre van is szándék, jövőre ugyanis a tervek szerint 16%-kal több, 118 milliárd forintot kapnak majd az önkormányzatok a központi költségvetésből. Azt viszont, hogy ezt mire költhetik, az állam írja elő. Bogyiszlón rendezvények és épületfelújítások maradnak el az elvonás miatt, sőt, mivel a cégek idén 4 hónap haladékot kaptak a helyi iparűzési adó befizetésére, a polgármester szerint itt még az is nehézséget okoz majd, hogy bért fizessenek az önkormányzati dolgozóknak. Minél kisebb településekre megyünk, annál inkább nincs adóbevétel, annál inkább nincs semmilyen felelhető ipar, és annál inkább kevesebb gépjármű van nyilván. Ezért az intézkedések hát leginkább a kis településeknél csúcsosodnak, és a nagyobb települések az egy picit jobban tudnak valószínűleg korrigálni ebben a kormányzati intézkedésből, ahol az önkormányzatokra így módon számított a központi költségvetés. Ez egy komoly érintés, és azon kívül azáltal, hogy le lett állítva a gazdaság, nyilvánvalóan az ilyen kis településeknek lehet még itt-ott egy kicsi bevétel, mondjuk iparűzési adóból, az nem, eleve nem tud teljesülni az a tervezett iparűzési adó mennyiség, mint mondjuk mi is beterveztük, hanem annak valamilyen töredéke tud teljesülni. Ez egy másodlagos hatás, amit nem is tudunk bemérni most, hogy az mekkora lesz. Tóth István azt mondja, megközelítően 5 millió forintot vont el a kormányzat a településtől, ami az eddigieknél sokkal takarékosabb működést követel meg. Faddon is jelentős forráskiesést okoz a kormányzati döntés. Fülöp János polgármester azt mondja, a normatív támogatás emelésére vonatkozó pontos számokat még nem látják, ezért egyelőre nem tudnak tervezni. Mi úgy látjuk, hogy egy 20 millió forintos hiány keletkezik a költségvetésünkbe. Ennek a felét különböző takarékossági és tehát beruházások elmaradásával kompenzálni tudjuk, a másik felét pedig majd megpróbáljuk rendkívüli támogatásban elkérni a kormánytól. 20 millió forintos valószínűsíthető hiányunkból 10 millió forint a súlyadó, körülbelül 5 millió forint az idegenforgalmi adó kiesés, és a másik 5 millió forint pedig az iparűzési adóból és a területhasználati díjakból tevődött volna össze, amit ugye most az önkormányzat nem szedhet be. Szálka 15 millió forinttal esik el az adóelvonás és a fizetési halasztások miatt. A gépjárműadó hiányát még át tudja vészelni az önkormányzat, de az iparűzési adó ideglenes kiesése miatt veszélybe kerülhet a hivatal fennmaradása a falu polgármestere szerint. Az iparűzési adót elveszik, akkor mi nem fogunk tudni kigazdálkodni, nem fogjuk tudni működni, nem fogjuk tudni kigazdálkodni. Én nagyon bízom abban, hogy ez nem fog megtörténni, vagy valamilyen szinten kompenzálni kell, mert ha ez nincs, akkor a település fenntartását, működését mi biztos, hogy nem fogjuk tudni biztosítani. A Települési Önkormányzatok Országos Szövetségénél úgy számolnak, jövőre összesen 400 milliárd forinttal esnek el a városok és a falvak. A kormány viszont azt ígéri, hogy a Modern Városok és a Modern Falvak programokon keresztül 140 milliárd forintos fejlesztési forráshoz jutnak majd az önkormányzatok.